a gyerekek nem mondják el neki, igaz gyerekek? Nem! Nem lesz belőle semmi baj, nem tudom. Oltárimekból lesz minimum 100 fekvőtámasz. Nyugavér! Na, nézzük, mi van itt. Ez jó, ez tetszik. A jó a címe, a Mikulás és a Yeti. De miért mondd a Yeti se? Én élek a Yetitől. Igen. Egyszer volt, hol nem volt, a nagy havas hegyek között élt egy hatalmas Yeti, aki úgy hívtak, hogy Yeti. A Yetinek hatalmas lábai voltak, nagy fehér bundája és hosszú karma híre, és minden éjszaka elment vadászni, nagy és zsíros, majd